Sziasztok! Elhoztam nektek a 2022-es mit kaptam karácsonyra videót. Meg fogom mutogatni, hogy miket kaptam a családtól és barátoktól. Barátnőktől érkezett dolgokat fogok először mutogatni. Az első egy Too Faced paletta, ez a Just Peachy Matte palettája. Nagyon szép matte színek vannak benne. Ezek ilyen barnás, barackos, mélyítő színnek való és elsatírozó színnek való színek. Szerintem ez lesz az a paletta, ami nekem a mindenhez is jó lesz, mert én szoktam ugye mondani, hogy highlightert is szeretnék próbálni fényes szín helyett, úgyhogy ahhoz tökéletes lesz ez a paletta. Nagyon tetszenek a színei, nagyon finom barack illata van ennek a palettának, úgyhogy várom, hogy kipróbáljam egy highlighter kombinációval, vagy egy fényes monóval. Kíváncsi vagyok rá nagyon, hogy hogy fog nekem szuperálni ez a paletta. A másik, az szintén Too Faced, ez a Too Faced Teddy Bear paletta. Ez nagyon cuki. Ebben is ilyen barnás, neutrális színek vannak, ilyen maci színek. Gyönyörű színek vannak benne, és a fényesek is nagyon szépek. Úgyhogy ezt is szeretni fogom, ezt a palettát. Ebben, ha jól számolom, 5 darab fényes szín van, a többiben még pedig különböző árnyalatú matt. És nagyon szép színek vannak benne. Ennek nekem megvan egy pillangós változata is, mégpedig a Too Femme palettája. Ebben viszont színek vannak, mármint színes festékek vannak. Ez ilyen pillangós verzió, ez is nagyon szép, mert csináltam vele sminket, azt hiszem pont egy élőbe. Ebben viszont ilyen színes színek vannak, ebbe is van 6 fényes, a többi pedig matt. Gyönyörű színek vannak benne szerintem, úgyhogy ezek ketten ilyen testvér paletták. A Too Faced palettákat én nagyon szeretem, bár nem tudom melyik palettát nem nagyon szeretem, de a Too Faced-eket azokat biztos, hogy nagyon. Mert nem nagyon tudok olyat mondani, amit én nem szeretek. Aztán abban a csomagban érkezett még ez a Maybelline Tattoo Brow pomádé. Milyen árnyalat ez? Medium Brown árnyalatban. Ez az én szemöldök színemnek mondhatjuk. Egy kicsit sötétebb, mint a kicsit, sokkal sötétebb, mint a tetoválásom, de tök jól fennmarad. Most is ezzel van megcsinálva a szemöldököm, ugyanis ha sminkelek, akkor kevésnek bizonyul a szemöldök tetoválásom, ugyanis eléggé kifakult július-augusztus óta, sajnos. Aztán a következő egy... Tönkrement a pénztárcám, és kaptam egy Guess pénztárcát, ami így dobozban érkezett, és hát ebben én már benne lakok konkrétan. Ő így néz ki, ilyen arany és kék kombinációjú paletta, egy jó nagy paletta pénztárca. Szóval egy jó nagy pénztárca, amit kényelmesen ki tudok nyitni, és tök gyorsan megtalálom a táskámba, és mivel ilyen keskeny, ezért nem foglal sok helyet, viszont én már ebbe beleköltöztem, szóval már ebben lakom. Nekem az igazolványaim külön tartóban vannak, egyéb más dolgok vannak, ugye kártyák, blokkok, pénz, apró, ilyesmi van a pénztárcában, és hát mikor megérkezett, én akkor rögtön beleköltöztem, és akkor rögtön elmentünk édes kettesben a Lidibe. Úgyhogy most ő él velem. A dobozát nyilván csak azért hoztam ide, hogy megmutassam nektek, hogy doboz is járt hozzá. Nagyon cuki. Amit még barátnőtől kaptam, az egy sál, vagy kendő. Nem tudom a hivatalos nevét, ne kérdezzétek. Így érkezett ebben a Louis Vuitton, vagy Louis Vuitton dobozban. Nagyon puha, imádom. És ez is fel van már avatva, mert ezt is rögtön felavattam, hát én nem bírok magammal. Ez egy ilyen nagyon széles és nagyon finom puha és meleg. Az egyik oldala ugye világos, a másik oldala viszont sötét. És nagyon finom puha meleg anyag, kasmír talán, azt hiszem, azt mondta. És tényleg nagyon finom puha, őt már hordom, és komolyan mondom, hogy nem volt még ilyen puha sálam. Imádom, annyira nagy és annyira kényelmes, hogy amikor fújt a szél, akkor a fejemre is rá tudtam őt tenni.
És ez nekem nagyon jó, mert én imádom az ilyen kuckózus dolgokat télen a hideg buszon, mikor felülünk a buszra, ugye a nyakamat védi, meg a mellkasomat betakarja, én olyan jókat aludtam benne, ahogy jöttem hazafelé a buszon, hogy ez hihetetlen. Úgyhogy köszönöm szépen a lányoknak, hogy küldtek nekem ilyen csodás cuccokat, vigyázok rá, és eskü elhasználom mindet. Mármint, hogy használom, nem csak tartogatom. Aztán a csemetéméktől, amit kaptam, konkrétan mondjuk úgy, hogy családtól, jó? Mert nem fogom külön mondani, hogy kitől mit kaptam, egy fél kilós, 40 dekás kávét. Ez a Lidl-be kapható Belarum márka, én nagyon szeretem a szemes kávékat. Ez a Kolumbia és Brazil nevű kávé. Kíváncsi vagyok rá, ez ugye szemes kávé, kíváncsi vagyok rá, mert ilyen különlegesebb kávét én még nem ittam. Pörkölt szemes kávé, arabika, az van ráírva, védőgázos csomagolás. Kíváncsi leszek rá, hogy milyen, mert ezek a Belarum kávék mindig finomak szoktak lenni. Most a múltkor rákaptam egy Crema nevű kávéra, ez a Belarum Crema, és azóta nem látom a Lidl-be, úgyhogy köszönjük Lidl! Ez lesz a következő kávé, amit megiszok. Kettes erősségűnek írja, szerintem finom lesz, úgyhogy meglátjuk. A következő adag kávémat hozta a Jézuska, a gyerekek Jézuskája. Aztán kaptam, vagyis kaptam én is, meg apa is, ez apa doboza, Lind csokit, fehér csoki, ilyen golyóbisok vannak benne, nem tudom. Fehér csoki praliné, lágyan olvadó, gyerekek, ez olyan finom. Ebből megeszel egyet, és kiakad a cukormérőd. Annyira finom fehér csoki, hogy így, az enyémet már megettük. Tehát én az enyémet már megettük, úgyhogy már csak apáit tudom nektek megmutatni. Nagyon finom, és a csomagolása is tiszta ruxi. Úgyhogy ez még várat arra, hogy kibontsuk, sajnos még nem bontottuk ki, úgyhogy most nem tudom megmutatni, hogy milyen finom, de nagyon finom. Aztán kaptam, mivel ugye tönkrement a pénztárcám, és szemfüles gyermekem van, kaptam 2 darab pénztárcát, mert nem tudta eldönteni, hogy kicsit szeretnék, vagy nagyot, úgyhogy pénztárcával el vagyok látva. Kaptam egy ilyen kisebbet, ami ilyen egy időben ekkora pénztárcát hordtam magammal, van benne ugyanúgy aprótartó, meg papírpénztartó, tök jó egyébként, meg kártyatartók is vannak benne. Ez ilyen elutazó, szaladgálós pénztárca kategória. Én nagyon szeretem az ilyeneket. Aztán kaptam egy ilyen anyuka pénztárcát, ez a vastagabb kategória, ennek van 66 zsebe. Ennek még olyan dugi zsebe is van, hogy magam elől is eldughatom a pénzt, ha akarom, bár én nem szoktam. Aztán van ilyen cipzáros apró tartó része. Ez nagyon-nagyon sok fakkos. Tehát cipzáros része van, papírpénzt tudsz beletenni. Melyik oldalán? Szóval ilyen nagyon kombinált pénztárca, rengeteg kártyatartóval, úgyhogy ez tök jó. Úgyhogy most egy pár évre el vagyok látva pénztárcákkal, most ugye benne lakok a gezben, de aztán jöhetnek ezek is, meg hogyha megyünk valahova, és ugye nem akarom az egész pénztárcát vinni, csak hogy mégis legyen nálam valamennyi pénz, akkor arra is van egy kis cukker pénztárcám. És aztán kaptam, komoly felnőtt ember vagyok, nyilván tudják a gyerekek is, kaptam 3 pár unikornisos zoknit. Tehát ezt így, unikornisos zokni, megőrülsz, megvadulsz, 3 párat kaptam, van ilyen fagyizós, ez fagyit eszik, ez az unikornis, ez kukit eszik, vagy kukiszt eszik, és a harmadik, az meg a, hát, gonosz kornis. Imádom, annyira jók, úgyhogy ezek az oknik mennek avatásba, mert hát én ezt nem bírom tovább, hogy így tartogassam, így is 2 napig így tartogattam, és csak nézegettem, úgyhogy van 3 pár unikornisos zoknim, és azt hiszem unikornisos zoknim még nem volt. Mindenféle unikornisos cuccom van, de zoknim még azt hiszem nem volt, vagy ha volt is, már elhasználtam, úgyhogy unikornisos zokni. Csodálatosok, mert engem ezzel boldoggá lehet tenni. Aztán, amit megkaptam, kaptam egy illatgyertyát, Magic Garden néven, ez ilyen, igen, ezt már égettük, meg utána, ha videóztam, meg is fogom gyújtani,
Nagyon finom, ilyen babapopsi illata van konkrétan. A széléről le kell szedjem ezt, mert ugye nem olvadt meg rendesen. Nagyon finom illata van, és már hát a negyedét elégettük. Úgyhogy ez megy is vissza, és így csinálom bele az esti hangulatot. Aztán, amit még én kértem életem párjától, hogy hozhatná Jézuska, meg tudjuk le a Jézuskát, meg a névnapomat egyszerre, mert ugye nekem januárban van a névnapom, megrendeltük az Elixir palettát a Glossin Beauty-tól, ezt kértem én apától, ezt meg karácsonyra, meg névnapra. Én szeretek kérni, hogyha tehetem, mert mindig van valami, amit kinézek, és jobban járunk úgy, ha én kérem, mintha találgatni kell, hogy mi legyen. Ez ugye a Glossin Beauty-nek a palettája, ilyen nagyon szép színeket tartalmaz. Csináltam már vele sminket, és érkeznek vele videók is. A hátulján rajta vannak az összetevők, a forgalmazó, hogy Made in PRC, Glossin Beauty és egy vers. A textúrák is rajta vannak, hogy 8 darab sejmes, könnyed textúrájú és építhető matt, 3 varázslatos multikrom, 3 ragyogó metal formula és egy glitterrel gazdagított hibrid formula. Úgyhogy egész sok adatot tartalmaz a csomagolás hátulja. Ezen is rajta van, és a palettán is rajta van. Úgyhogy ezt hozta nekem a Jézuska apától. Ennyi terméket kaptam karácsonyra, szerintem bőven sok is. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ajándékot. Plusz még hozni fog a Jézuska, vagy mondjuk így, hogy Jézuska, amit összekészítettünk fát, nem tudjuk még hány köbméter lesz, de azt még a Jézuska hozza, és azt még majd hozza a Jézuska. Úgyhogy igen, ezek voltak nekem a karácsonyi ajándékok, meg itthon együtt ebédeltünk a gyerekekkel, tök jó volt. Én nagyon szépen köszönöm mindenkinek az ajándékokat. Hálás vagyok érte nagyon. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Legyen nagyon szép évvégétek, és pihenjetek sokat, ha tehetitek. Millió puszi nektek. Sziasztok!